180 kutya napi étkeztetését és egyéb költségeit fedezik ezen az állatmenhelyen Máté Szalkán. Az állatok egy része valamilyen baleset után kerül ide, de a kóbor kutyákat is befogadják. 2012 óta több száz állat életét mentette már meg az Összefogás az Állatokért Alapítvány. A menhely fenntartásában sokat számít a civil segítség. Most egy korábban Nagyecseden élő, jelenleg Hollandiában tartózkodó házaspár támogatásából építettek új keneleket. In April stierf mein Oom. Áprilisban halt meg a nagybátyám, aki egy nagyon állatszerető ember volt, és úgy döntöttünk, hogy halála után eladjuk a lakásának a bútorait, és az így kapott összeget egy kutyamenhelynek adjuk Máté Szalkának. A holland nagybácsi, Gerard von Nimwegen egyszer járt Máté Szalkán, akkor döntött arról, hogy itt szeretne segíteni. Az eladott bútorokból végül 1000 eurót, azaz 300 ezer forintot sikerült az alapítványnak ajándékozni. Az első ötletünk az volt, hogy a 300 ezer forintból csak étkezést fogunk mi saját magunk venni, és ide hozzuk. De amikor elhozott az unokahúgom ide, és szétnéztünk, már amikor kifelé mentünk a telepről, már akkor mondtuk nem. Először építünk egy kenelt, és ami megmaradt pénz, abból vásárolunk kaját. De sajnos nem maradt pénz, csak ajándékba. A település alpolgármestere megköszönte a segítséget és kiemelte. Reméli, hogy ez a kezdeményezés másokat is inspirál majd. Torma Tamás hozzátette, az önkormányzat is próbált szerepet vállalni az építésben. Az eszközöket, illetve az anyagokat megvásárolta az úriember, a felajánló úriember, és az önkormányzat részéről pedig a szakmai munkát és a segédmunkát adtuk ehhez. Emellett már is civil szervezetként a Szatmár Alafokú Művészeti Iskolának a dolgozói, akik éppen a nyári karbantartási munkáikat végezték, azok is besegítettek, hogy ez ma itt létrejöjjön, megvalósuljon, és ezáltal az állatok egy komfortosabb kenelbe kerülhessenek. A most megépült kenel újabb kutyáknak ad majd lehetőséget a megmentésükre.